Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb unboxing videóban. Ma egy Logitech MX Performance nevű egeret fogunk kicsomagolni. Hát az első oldalán, tehát az elején itt van, hogy nyert nem tudom milyen első helyet. Leírás, hogy újra tölthető maga az egér. Nem kell kivenni belőle az elemeket és azokat feltölteni, hanem majd lesz hozzá egy kábel, amivel fel tudjuk számítógépről vagy rendes töltőről is tölteni. Itt mellette mutatja, hogy olyan kicsi kis USB-vel kell a gépre csatlakoztatni, hogy van gyors scrollja, tehát lehet állítani, hogyha megnyomjuk a scrollt, akkor lehet gyorsan görgetni, vagy ilyen lassan. Tehát lassan is. Következő, hogy üvegfelületen is működik, és akár ilyen csúszós felületen is lehet használni. Mellette megint, hogy vannak oldalsó zoom gombja és további gombok, amiket be lehet állítani kedvünkre. Itt vannak több nyelvű leírás, kompatibilis Windows 7-tel, Vista-val, XP-vel, Mac-kel, Windows 8-al is van logunk. Van egy rövid magyar leírás is, hogy Logitech egér, vevőegységgel, microSB töltőkábel, tápegység, hordótok a töltőrendszerhez, hosszabbító kábel a vevőegységhez, szoftver tartalmazó CD, felhasználó útmutató, 3 év gyártási garancia és teljes körű támogatás. A hátoldalán mutatja, tehát, hogy a Dark Field technológiát tud, tehát hogy a üvegfelületen is vagy csúszós helyeken is lehet vele dolgozni. És itt mutatja be, hogy ott kell majd tölteni magát a egeret. Van zoom funkció, ahogy mondtam, a görgetés, a gyors görgetés. Na, hát lényegében ennyi. Más semmi érdekes nincs. A csomagolás nagyon szép és letisztult, ami nekem különösen tetszik, hogy mágneses megoldással van a felső rész megoldva. Ha kinyitjuk, itt is van 3 nyelven használati utasítás, és itt is van maga az egér, plusz a kis USB bütyöki, amit majd a gépbe kell bedugjunk, hogy érzékelje. Na hát bontsuk is akkor fel. Lássuk a megőt. Tehát ezt itt van maga az egér, ez majd kicsit később, lássuk mi van még a dobozban. Egy használati utasítás. Ezt nem tudom ki lehet. Nem lehetett kivenni, de most már kijött. Ebben van még valami? Nem valószínű. Nem, ebben nincs semmi. Ezt félreteszik, és van itt egy kis tasakon. Minden más elpakolunk. És van itt egy ilyen kis táskánk, Logitech felirattal rajta, és logóval. Na, lássuk, mit tartalmaz. Ebben van maga az USB kábel, hát ezzel fogjuk tölteni. Látszik, ez jön majd az egérbe, ez microSB-nek tűnik, és a másik fele a számítógépbe, a rendes USB 2 vagy akár 3-ban is lehet tölteni. Van még egy kis zacskónk, amit felbontunk, hogy lássuk, ez mi lesz. Ez egy USB hosszabbító, tehát hogyha hátulra akarjuk bedugni, és nincs könnyen elérhető helyen, ez egy USB hosszabbító. Ez nagyon kis hasznos dolog, és okosság, hogy adtak ilyet, mert akármire lehet használni, nem csak erre majd. És itt van egy hálózati töltőfej, és itt USB is, itt is Logitech logó. A fóliát nem veszem le róla, mert nem hiszem, hogy fogom használni. És a csomagolásban ennyi. Tehát más nincs benne. Ezeket félre is teszem. Na, hát vegyük ki a... Itt van egy ilyen kis ragasztóval el. Tehát ez olyan, mint a múltkori rendes Logitech logó kis USB szalon. Ezt ide tesszük.
Az egeret kiveszem valahogy. Igen, ki is jött. Hát egy marha nagy egér. Az alján van pull. Hát húzzuk. Hát kihúztam. Itt van az alsó részén, gondolom ez a kibekapcsoló gomb. Ez be volt kapcsolva. Na. Ezt itten kinyitjuk, itt van benne az elem. Tehát lehet cserélni is végül is. Bár nem tudom, hogy lehet onnan kiszedni, de mindegy. Itt van a Dark Field cucc, tehát ez az emiatt tud asztalon is, meg üvegen, meg minden szalon irányítani. Felső részén ez itt elvileg valami gomb kell legyen. Vagy nem tudom. Itt van egy zoom gomb, két beállítani lehetséges gomb. Itt oldalt a DP, illetve itt mutatja a töltöttséget is. Itt van három LED. Így, azt hiszem, hogy 100% vagy 75%, 50% és 25%-ot mutat. Itt van megint egy gomb, ezért refreshnek tűnik, de nem vagyok benne biztos, hogy az. És itt van maga a scroll, hát ez nagyon gyors, viszont ha kattintunk egyet, akkor elvileg nem így fog menni. Hát nem tudom. A fogása egy első látása pont kézre áll, természetesen jobbkezeseknek. Na, hát elég hangos a klikkelés, de jó pofa. És nem is olyan nehéz ahhoz képest. Na, hát ennyi lett volna ez a bemutató. Bármi kérdésetek van, írjatok kommentet YouTube-on, és én válaszolok rá, ahogy lehet. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!